Köszöntöm Önöket! Az M1 turisztikai magazinját, a Magyarországot látják, és ezúttal a Dunántúl ékszerdobozában látogatunk el. És nem csak térben utazunk, hanem időben is, hiszen, amint láthatják az öltözékemen is, egészen a lovakkorig repítjük vissza Önöket. Mai úti tippünk Sümeg. Sümegre a Lesence völgyön keresztül két út is vezet a Balaton felől. Tapolca irányából a Nyirádi völgyön át, Keszthely felől pedig a Rezi és Tátika várromjai alatt közelíthetjük meg. A gyönyörű táj és a vadregényes romok látványa igazi időutazással ér fel. Sümeg a kalandos múlt útján újra eleven és vonzó település, amely fölé méltóság teljesen magasodik, az évről évre szépülő vár. A város utcái a Várhegy meredek oldalait fogják körül. Sümeg és környéke korai időktől fogva lakott terület volt. Bronzkori sírok, kőbalták és egyéb eszközök, temetkezési urnák, valamint egy késő bronzkori település nyomai tanúskodnak mindenről. Sümeg egy nyugat-dunántúli kis barokk város, Veszprémtől 70 km-re található, Tapolcától, Hunzalegerszegtől pedig 40 km-re. Most egy csodálatos szép várba, egy épülő várba vagyunk. Sümegre érdemes ellátogatni a kedves vendégeknek, hiszen ez egy műemlékváros. A váron kívül meglátogatható a püspöki palota, amely szintén építés alatt van. 1700-as években épült, Padányi Miró Márton püspök úr építette, az ő rezidenciája volt. Ezen kívül a híres Maulbers festményeket lehet látni városunkban. Városunk gazdag programmal várja az ide látogató vendégeket. Nyáron a Jakab napok, amely a borászat és a vadászatról szól, ez július utolsó hétvégén tartjuk, kiváló sümegi borokat mutatunk be. Ezen kívül az őszi születi fesztiválra várjuk a kedves vendégeket. Idén először megrendezzük a barokk fesztivált, hiszen barokk város vagyunk. Májusban egy nagyon izgalmas program lesz, az úgynevezett vártámadás, ahol a környék iskolái, illetve testvérvárosokból ide látogató gyermekek megtámadják a várat. Ez arról szól, hogy a várvédők, illetve a vártámadók egymással egy nagy csatát fognak harcolni egymással. Nagy öröm a gyerekek számára, hogy be tudják venni a sümegi várat, hiszen mindenki tudja, hogy ezt a várat még a törökök sem tudták bevenni. A sümegi várat a tatárjárás után 4. Béla parancsára kezdték el építeni. 1711-ben Rákóczi szabadságharc vége felé az osztrákok hadgyakorlat ürügyén robbantották föl. Tehát ez az 500 év az igazi virágkora a sümegi várnak. Világ életében egyházi birtok volt, a Veszprémi püspökségnek a birtok központja, és gazdasági szerepet töltött be. A török hódoltság idején végvárnak számított a sümegi vár is. A török hadsereg, mikor Bécs felé ment és Szentgotthárdnál szétverték őket hazafele, vonulóban itt jöttek el Sümeg mellett, fölgyújtották a várost, a tűz fölterjedt a várra és leégtek a tetők. Ezeket újjáépítették és tovább érték az életüket a sümegi lakosok, tehát a töröknek nem sikerült elfoglalni, hanem az osztrákoknak sikerült és csellel, nem pedig erővel elvenni a magyaroktól. Sümegen több barokk stílusú épületet találunk, és a leghíresebb ezek közül a püspöki palota. 1843-ban ide érkezett meg 13 éves Ferenc József, aki uralkodástan tanult itt. Szent István ezt a vidéket a Veszprém püspökségnek adományozza. És aztán, amikor a török ugrunk egy pár száz évet a magyar történelemben, amikor a török elfoglalja Veszprém várát, a Veszprémi püspökségnek egyedüli erődített helye a sümegi vár maradt. És kényszerből van egy olyan levél, hogy nem szeretne, az egyik püspök írja, nem szeretne sümegi püspök lenni, de azt a Kövesi András nevű püspök volt az, aki lehozta a püspökséget Sümegre. Tehát akkor nőtt meg a településnek a jelentősége török idő alatt. És végig a török idő alatt a püspöki birtokokat, ami Kisbértől egészen a mai Csáktornyáig terjedt, egy óriási terület volt, tehát ez a birtok központ volt, és innen irányították ezt a nagy területet.
Tehát így kerülnek Sümeg a veszprémi püspök egyház élet középpontjában. Most a török kiszorulása után, pontosabban annak vége fele, egy Széchenyi György nevű püspök ide telepíti a ferenceseket, hiszen a török az egyedül rendet, ami megtűrt, hogy úgy mondjam, az a ferencesek volt, az egy kolduló rend volt, tehát nem tört hatalomra. És ez a Széchenyi György építetett nekik rendházat és templomot, és ezzel átveszik az egyház életnek itt az irányítását. És ugyanez a Széchenyi György épít egy püspöki lakot, a mai püspöki palota elődjét megépít egy kis házat. És az öt követő püspökök hol itt laktak, hol nem, de ez az ők tulajdonuk volt, és ebből aztán Padányi Bíró Márton, aki leköltözik Sümegre, amikor kinevezik püspöknek, ő építi át a palotát, ő épít magának plébánia templomot, és Isten igazából ő hozza be azt a barokkot, ami most annyira ismert Sümegen. Abban az időszakban, amikor itt fungált aktívan a püspökség, Sümeg egy 86 nemesi család élt. Rá, hogy meghal a püspök, rá 80 évre nem marad, csak majd 12, és aztán szép csendben elkopik, mert nincs meg az a vonzó erő, ami ezt a társadalmi réteget ide vonzza magához Sümeg. A püspöki palota jelenleg felújítás alatt áll, de így is megtekinthető egyik legkülönlegesebb szobája. A kapu bejárattól jobbra található, az emeletbe is benyúló négyszög alakú kápolna, amely a püspök és udvartartása házi kápolnája volt. Mennyezetének késő barokk stukkóit Antonio Orsatti készítette. A mennyezetet és a falakat borító képek Fogl Gergely óbudai festő munkái. Az, hogy a mai napig sértetlenül megmaradt a kápolna, furcsa mód annak is köszönhető, hogy 1950-től 40 esztendőn át a külvilágtól teljesen elfalazva állt, gyakorlatilag a fény sem szűrődött be. Barokk, tudjuk, Itáliából indul, most Bécs közvetítésével elterjedt Európába, Dél-Amerikán, tehát ott, ahol elindul a katolikus vallás, ahogy mi nevezzük az ellenreformáció, tehát újra a katolikus hitnek a terjedése, hát mivel terjed? Papokkal, templomokkal, egyházakkal, rendházakkal, de ezt már a barokk szellemébe építik. Barokk művészek, barokk szobrászok, barokk festők, barokk építészek. Na most ez is úgy működik, hogy a püspöki palotánál biztos volt két-három Bécsből hozott, vagy ott tanult építőmester, pallér, ahogy akkor nevezték. De az emberek, akik építettek, azok körülbelül egyszerű kövesek voltak. Megtanulják a falrakást, a barokk módszer szerint, és utána, amikor építi a saját házát, vagy kisnemesnek a kúriáját, akkor ő már ugyancsak ebben a szellemben dolgozik. Igaz, kicsit átalakítja, kicsit leegyszerűsíti ezeket a dolgokat. De nagyon érdekes összevetni, ezt meg is csináltam pár évvel ezelőtt, hogy megkutattam anno Erdélybe egy Szamosújvár nevű várost, amit az örmények hoztak létre, és egy pont olyan, mint a bécsi barokk. És nagyon érdekes az a kérdés, hogy ide 800 kilométerre van egy település, ami inkább bécsi, mint Sümeg, amelyik itt van 150 kilométerre Bécstől. És érdekes a kérdés, hogy vajon miért? Hát nagyon egyszerű, mert azok gazdag bőrkereskedők voltak, meg tudták fizetni a kőfaragot, a jó nevű kőfaragot. És egyenesen onnan hozzá. És egyenesen onnan, és azok, vagy pedig akik Kolozsváron, Gyulafehérváron dolgoztak, tehát jó nevű bécsi, vagy ott képzett kőfarag, míg Sümegen a püspöki palota az igazi bécsi barokk és pompa, de már a kúriák szerkezetileg tömegébe, építésmódjába barokk, de azért már díszítésében nem.
egy középkori lovagi torna. Rejtett értékeink blokkunkban most ez következik. A kedves vendégeinket mindig lovagi fogadással köszöntjük érkezéskor, akár csoportokról lévén szó, akár rendezvényekről, akár egyéni turistákról. Lovasokkal, gyalogosokkal, várkisasszonyokkal, várúrral köszöntjük a kedves vendégeket egy pohár pálinkával, pogácsával, és bekísérjük őket jelen esetben a Sümegi Várkertbe, a Szabadtéri Színházunkhoz, lovagi arénánkhoz. Kezdetét veszi a történelmi lovas játékok lovagi torna bemutatónk, profi kaszkadőrökkel, lovasokkal, gyalogos ijászokkal, zászlóforgatókkal, lovas-gyalogos párjadalok képezik még részét ennek a produkciónak. Maga az előadás keretein belül, amikor kipróbáljuk és bemutatjuk a középkori fegyvereket, hajtóbárdot, hajtócsillagot, akkor a közönség soraiból az önként jelentkezőket kiszólítjuk, és ők is megmérkőzhetnek a lovagokkal, természetesen azért hagyjuk őket nyerni. Ott jártunk, Kornóri jelentkezett önként, de nem harcolnia kellett, hanem a várhölgyek sorát gazdagította, akiknek kegyeiért harcoltak a lovagok. Azt szeretném, hogyha felváltsítják, akkor én adom át a virágát. Sok-sok versenyszám van, azt hiszem, a képek Ezúttal nem is akármilyen lovagi tornát rendeztek, hiszen a régió más várainak kapitánya is tiszteletüket tették. Ha már jelen voltak, mi megpróbáltunk mindenféle érdekességet megtudni tőlük. A ruha az egy 16. századi végvári viselet, igazából egy nemes embernek a viseletét próbáltuk előhozni. Ez azt jelenti, hogy természetesen maga a ruházat és a fegyverzet is kórhű, tehát erre nagyon figyelünk, hogy ami rajtunk van, az ebben az időben, ennek az időnek megfeleljen, és teljesen kórhű legyen. És hát nem véletlenül vagyok én így, mert van egy 16. századi végvári csapatunk, ez a Gyulafi László hagyományőrző bandérium, és az országnak azt merem mondani, szinte minden pontján, minden végvári rendezvényen ott vagyunk, és próbáljuk a csobáncot, csobáncnak a hírét vinni. Kisgyerekként bennem volt, mert ugye sokat jártunk mi fel osztálykirándulás alkalmából, aztán hóvirágot szedni, akkor ugye még szabadott a vártövében, ott vannak ilyen nagy hóvirágmezők, meg barkát szedni, ilyesmik, tehát állandóan oda kötött. Persze, hát hogy ez milyen lehetett, aztán milyen lehetne, ugye, hogyha ez egy visszaépülne, meg mondjuk laknának benne, meg hogy itt mentek fel. Tehát így az embert ezt így foglalkoztatja. És hát ugye már érette fejjel, de talán még éretlenül, mert aki belevág ilyenbe, az valamennyire éretlen, mert hát azért itt vannak olyan buktatók, amik nem számít. És de a nehézségek ellenére viszont nagyon szép, hogy valami olyasmit tehetsz, ami talán maradandóbb, meg hosszabb távra is egy olyan, nem is tudom, olyan emlék, amiért te tettél. Alapvetően az a célom, meg feladatom, hogy a város kulturális életét föllendítsem, aminek természetesen a középpontjában a vár áll, hogy megismertessük az emberekkel, hogy itt egy fantasztikus épület van, fantasztikus lehetőségekkel, kiállításokkal, programokkal, és ezt szeretnénk minél gazdagabbá tenni, és minél több emberrel megismertetni. Természetesen a vendéglátó Sümegi várkapitányt is megkérdeztük, mit jelent a várkapitányság, illetve hogyan fonódott össze a pap család sorsa a Sümegi vár sorsával. Kisgyerekkoromban mindig hazajártunk a nagymamához, egy hónapban egyszer vagy kétszer hétvégenként, és akkor én is mindig fölmásztam a Sümegi várban kisgyerekként, és szomorúan tapasztaltuk, hogy a várnak az állaga egyre rosszabb és mindig rosszabb lesz. 1986-ban szüleim Budapesten dolgoztak, ott éltünk, és építettünk a budapesti családi házunk garázsában egy büfépavilont, amit 86. május 1-ére felállítottunk a Sümegi várban. És palacsintát sütöttünk, akkoriban nem lehetett még kapni vidéken, hamburgert nem ismerték. Itt a Sümegi kenyérgyárban
a kenyérgyár igazgatójának hoztunk Budapesti egy minta zsemlét, és akkor a kedvünkért legyártották, és megmutatták, hogy illetve a kedvünkért legyártották, és itt is lehetett már hamburger zsömlét és hotdog kiflit kapni. És hát sajnálatos módon 1989-ben annyira életveszélyessé vált a vár az akkori idegenforgalmi hivatal kezelésében, hogy be kellett zárni. Ezért adtunk be egy pályázatot a Sümegi vár üzemeltetésére, felújítására és karbantartására, és a három pályázó közül a mi családunk nyerte meg ezt a tisztességet, és akkor kezdődött meg a pap család és a Sümegi vár közös története, ami immáron 22 éve tart. Az apukám Rédei Ferenc várkapitány leszármazottjának, Rédei Gábor bácsinak, aki sajnos már meghalt néhány éve, szent ígéretet tett, hogy még az ő életében, vagy de legkésőbb az én életemben a Sümegi várat az eredeti pompájába vissza szeretnénk építeni. És ezt az ígéretet, ezt mi 10 éven belül szeretnénk megvalósítani. Én magam részéről, mint várkapitány, vagy várnagy, a névjegykártyámon várnagy van írva, mert a várkapitányok háborús időkben voltak, a várnagyok pedig a békeidőkben voltak a vár első számú vezetői. Várkapitánynak az volt a dolga, hogy megvédje a várat a közelgő ellenség ellen. A várnagyoknak a dolga pedig az volt, hogy a vár körül elterülő várbirtokok és a várnak a gazdasági dolgai is rendben legyenek. Számomra a várkapitányság egy régi álom volt, és most kezdek csak igazán megismerkedni a részleteivel. Várkapitánynak mindenhez kellett érteni. Kellett érteni a harchoz, kellett érteni a földműveléshez, kellett érteni az állattartáshoz, kellett érteni az építkezéshez, és a mai divatos szakmákhoz is kell érteni, mint például a marketing, vagy a pénzügyek, a gazdasági ügyek, a bankkal a kapcsolattartás, stb. Gasztrotipünk mi lehetne más a heti adásunkban, mint egy igazi királyi lakoma a lovakteremben. Akárcsak mindig minden kultúrában nagy becsben állnak, ugye főleg egy királyi udvarban is, hogyha egy királyi lakomáról van szó. Mi mindent szolgáltok itt fel a lovakteremben? Hát a királyi lakomához a tevének megfelelő és hozzáméltó ételeket próbálunk felszolgálni, mert az azt jelenti, hogy nagyon nagy bőséggel, nagyon nagy mennyiségben, hogy a vendégek, akik leülnek, az teljesen lakomát érezzenek és királyként foglaljanak nálunk helyet. Kezdjük egy nagyon finom sárga borsólevessel, bangalica szalonna töpöltjűvel, ami bele van sütve, hozzá van ragva, össze van forralva. Utána egy libacombot szolgálunk fel, mint főételnek, egészben sült krumplival, kukoricaprószával. Mellé levágunk egy pár mangalicát is, hogy akkor teljes legyen a kép és korhűek maradjunk, amiből sült oldalas, csülköt, hurkát, mellé egy kis vörösboros párolt körtét, káposztasalátát teszünk fel, desszertnek pedig nagyon finom házi túrós rétest. Isteni hangzik! Kézzel vagy késsel? Szigorúan, korhű, hagyománynak megfelelően csak késsel, kézzel fogyasszuk, tehát nincsen felszolgáló levéhez. Leveshez persze azért azt odaadjuk, de csak kézzel. És mit csinálunk a koszos kézzel? Dézsa, citromos víz, és kezet kell mosni, előtte, utána. Aktív turizmus blokkunkban most egy kicsit sportoljunk, irány a Bakonyi Kalandpark, ahol minden korosztály megtalálja magának a lehetőséget a kikapcsolódásra. Wish I could spin my world into reverse just to have you back again. It's no getting over, it's no getting over, it's just no getting over you.
Igazából a Kalandpar 2009. július 11-én nyitotta meg a kapuit, azért egy jó 3 éves előkészületi munkálat előzte meg. Aztán azóta üzemelünk, és hál' Istennek egyre több vendéget fogadhatunk itt a parkba. Nagyon sok attrakcióval készülünk, minden korosztály megtalálja számára a legideálisabb szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. Mi magunk is aktívak vagyunk, ami a kikapcsolódást illeti, ezért úgy gondoljuk, hogy ilyen és ehhez hasonló jellegű kalandparkokra mindenképpen szükség van. Az elsődleges és legnagyobb attrakció talán a kalandparkunknak az a drótkötélpálya maga, ahol több mint 1,5 kilométer összpálya hosszáll a bátor jelentkezők rendelkezéséről kipróbálják magukat. Többféle erősségi fokozatba és többféle korosztály számára már 3 éves kortól az egész picik is kipróbálhatják a drótkötélpályás részeket. Ahogy hallhatjátok, a hangulat az eső ellenére már most is jó, és ez így zajlik, amióta a kalandpark megnyitott. Mi a nagyon közeli településnek az általános iskolásai vagyunk, és jó magam a testnevelőjük, úgyhogy szerintem mi vagyunk azok, akik töviről hegyire ismerik ezt a parkot. Rendkívüli testnevelési órák, osztálykirándulások, valamint sporteseményeknek a helyszíne is volt már több ízben. A gyerekek mindig lelkesen jönnek. Egyre bővül a kínálata a kalandparknak, ezért szerintem minden évszakban a megújuló eszközöket nagy szeretettel használják és veszik birtokukba. Hát túl azon, hogy a motoros képességeiket, tehát akár állóképességet, akár az erejüket fejleszti, nagyon sokat mentálisan is csapatszellemet épít, és minden gyereknek a koncentrálását, az egymásra, a saját magára figyelését úgy gondolom, hogy nagyban elősegíti, és az érvényes minden korosztályra, nem csak a kicsikre, illetve nem csak a nagyokra, hanem már egészen kiskortól, ahogy rendelkezésre is áll egy egészen kis óvodásoknak szolgáló pálya, akár 3 éves kortól, tehát a felnőttől a gyerekig mindenki megtalálja saját magának a szórakozását. Össze voltam utoljára, de nyáron hetenként leszoktunk jönni. Nagyon jól éreztem magam, lejöttünk ide testnevelés óra helyett. Hát fölmentünk a drótkötélpályára, hófánkoztunk, kipróbáltunk egy pályajátékot, és a kedvencem mindenképpen a drótkötélpálya. Fekete pályán voltam már többször is, piros pályákon is, egyáltalán nem félek a magas helyeken. Ahogy megszokhatták, most jön a programajánlónk, úgyhogy figyeljenek, és válasszanak ki egy jó programot, aztán látogassanak el oda. Jövő héten pedig ismét tartsanak velünk, akkor Egerből jelentkezünk majd. Bejárjuk Egert és környékét, tehát nem csak a törőkori emlékekkel foglalkozunk majd, hanem mutatunk majd önöknek még izgalmas látnivalókat. Legyen nagyon szép a hétvégéjük, tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra! Hétfőn indul Dombóvár hete, hiszen 41 éves a város, és ezt ünneplik egy héten át. A jászsági gazdanapokra sem kell már sokat várni, hiszen szerdától Jászapáti is várja vendégeit. És Budapesten is találunk érdekességet. A magyar sajtófotó kiállítás nemrég nyitott, és egy hónapon át várja az érdeklődőket. Persze ezen kívül is találnak programokat, töltsék aktívan a következő hetet, és ahogy már Nóri is mondta, egy hét múlva újra várjuk mi is önöket. A műsort a Magyar Turizmus ZRT és a Hotel Kapitány támogatta.